Hát szép jó napot kívánok! Ez itt újra az NXGP, elnézést, NXTV műsora. Hát sajnálatos módon a tegnap úgy gondolta a Microsoft, hogy egy kicsit belenyúl a dolgok mélyére, és nem óhajtott elindítani az R-faktort. Na de felvételről most megcsináljuk ezt a gyönyörű futamot. Igen, nem mondtam, hogy hol vagyunk, illetve milyen ligával. Ugye nagyon jól tudjátok, milyen liga lehet, DTM Superliga. Per pillanat A1 ringen vagyunk, hát egy klasszikus pályán. Súlyokat ezúttal nem fogok mondani, mert nem néztem utána, lusta voltam egy kicsit, úgyhogy ezúttal is elnézést kérek. Akit érdekel, az a weboldalon meg tudja nézni, illetve a csoportban meg tudja nézni, hogy milyen súlyozással indulnak a srácok. Na, nézzük is. Ugye az időmérő után László Falvi Ricsi lett az első, második Csíprő Máté, harmadik Boró Krisztián, negyedik Kárász Rudolf, ötödik Jaksi Gyula, Orbán Tamás a hatodik, Bálint Rumvári a hetedik, Súlyok Norbert a nyolcadik, Gábor Hevesi a kilencedik, ő egy új srác, őt az MML-ből ismerhettitek. Tizedik Varga Dominik, aki úgy néz ki, hogy beragadt a boxba. És kb. Ennyi volt. Még egyszer elnézést kérek a susogásért, sajnálatos módon nem tudtam beállítani rendesen a mikrofont, valamiért az új bildje a kedves Microsoftnak, mármint a Windows 10-nek összekutyult a drivereket is, de hát nem tudom, valahogy majd meg lesz oldva, de azért megpróbálok 4K-ba leadni. Remélhetőleg sikerülni fog. Na de el is indulnak a srácok, illetve még nem, felgyúlnak a piros lámpák, és rajt szépen indul mindenki. Egyelőre semmiféle baleset, ott hátul egy kicsit valaki kicsúszott, de elég szépen el tudtak menni a srácok. Első kanyar után semmi probléma, nézzük egy kicsit hátrébb. Igen, hát szépen eljöttek a srácok, problémamentesen, balesetmentesen. Csíplő, illetve Boró Krisztián között alakul ki egy szép kis harc. Most még amit tudni kell, ez a DTM-nek az utolsó előtti futama. Jövő héten költöznek Nürburgringre, ahol ugyanis meg fogjuk tudni, hogy ki lesz az, aki a hatodik évadot megnyeri. És utána körülbelül szeptemberig, ha jól tudom, Levi által közölt dolog, hogy szeptemberig szünet, de nem maradnak versenyek nélkül.
mert ha minden jó megy, és persze miért nem lenne jól, az NXGP beindítsa az R Factor 2-vel, tehát újraindul az NXGP, R Factor 2-vel ezúttal, és igaz nem élőben, csak felvételről, de megpróbáljuk közvetíteni a futamokat. Ez a harmadik kör, de egyelőre semmi előzést vagy komolyabb dolgot nem látunk. Hát itt Jaksi Gyula és Kárdász Rudolf próbálnak előzgetni, próbálják egymást előzni. Nagyon-nagyon-nagyon óvatosan mennek. Tehát így még nem láttam őket óvatosan menni. Igen, el is szóltam magam, azért pici koc volt. Nos és meg is találtuk a lemaradt, illetve boxban maradt Varga Dominikot. Szerintem az lehetett, hogy Dominiknak nem volt meg a kötelező köre, ami egy induláshoz szükséges, és emiatt a boxból kellett rajtoljon. De 9. helyen szépen jön fölfele. Nem is tudom, ki volt utána. Ja, Hevesi Gábor természetesen kiesett újonc létére, ugye nem tudta teljesíteni ezt a futamot. Nem lehet tudni pontosan, hogy mi lehetett a gond, de hát ez van. Első futam nem biztos, hogy mindig összejön. Na nézzünk előre. Kárász Rudolf ugye a 8. Hoppá, itt lehet lesz egy kis előzés. Így is van, Kárász Rudolf, kicsit, egy Orbán Tamásra szemtelenkedik.
úgy gondolja, hogy gyorsan, jól gondolja, meg is előzi. Gondolom Orbán Tamásnak újból súlyai vannak, úgyhogy súlyos egyéniség. Nézzünk még előrébb. Súlyok Norbert a 6. helyen, Jaksi Gyula van előtte az 5. helyen, és Fehér Mercedes-en. Romvári Bálint a plébolyos Audival, igen, ő a 4. helyen. Cséprő Máté a 3., újból dobogó. És Boró Krisztián, illetve László Falvi Ricsi csatáját nézhetjük. Szerintem maradjunk is itt egy kicsit, mondjuk Krisztiánon, és akkor nézzük, hogy mi lesz ebből. Most én még itten a pontokat böngészgettem, addig egy előzés történt. Boró Krisztián megelőzte a Ricsit, de hát most visszavette, most oda-vissza előzgetik egymást, úgyhogy inkább nézzük a futamot, és ne sustorogjak annyit, közben le is köröztek valakit, mindjárt megmondom, hogy két. Ki volt az? Romvári? Romvári. De nem. Ne nézzük Ricsi a második helyen. Mi lehet vajon az oka, hogy ennyire lassú? Hát mondjuk ez a lassúság relatív. Tehát mihez képes lassulni?
közben Jaksi Gyula újból megosztotta ugye a tegnapi futam eredményeket, csak az a probléma, hogy a megára töltötte föl várban, meg stb. Hát egy képet kellett volna csinálni, mert én így nem tudom megnyitni a telefonon, úgyhogy halványul a fénydob sincs, hogy mi volt a súly eredmény, illetve a többi dolog. De hát ezért elnézést kérek, úgyhogy még információt nem kaptam, hogy hány kör lesz, de a lényeg az, hogy a 10. körben járunk. Möblásuk. Hát úgy néz ki, hogy Ricsi nem igazán tud felzárkózni. Hát picit széthúrt a banda újból. Bulu Krisztián vezet. Ricsi Lászlófalvi, nem Lovasfalvi, Lászlófalvi a második helyen, aki most hibázik. Csíplő Máté a harmadik. Elég szépen lemaradva, Rombári Bálint a negyedik, ő már most látja az előtte lévőt. Viszont Kárász Rudolf az ötödik helyen látja az előtte lévő Rombári Bálintot, akit lehetséges, hogy meg is fog tudni előzni majd. Na de nem menjünk ennyire előre, Orbán Tamás a hatodik helyen. Ő is elég szépen lemaradva, Jaksi Gyula a 7. helyen, Sulyok Norbert a 8., Varga Dominik továbbra is a 9., és ezzel zárjuk is a kört. Ugye még akik elindultak a futamon, illetve még aki elindult a futamon, Hevesi Gábor, aki sajnálatos módon kiesett, úgyhogy nagyjából ennyien vannak a srácok. Hát ugye, gondolom páran azért nem jöttek, mert a tegnap ugye volt a DTM futam, gondolom azt meg akarták nézni, illetve volt a Le Mani 24 órás. Nem fogjátok kitalálni, hol? Le Mans-ban. Ugye? Hát egyik legjobb futam. Nem mondom el, hogy ki nyert, mert meg kell nézni. Hát elég elhalkult itten ez a motor. Hoppá! Na, talán lesz valami. Csépű Máté meg tudta közelíteni Ricsit. Illetve már... Nem, leköröztek valakit. De nézzük belülről Máté. Thank you.
közben ott hátul, ha jól látom, egy körözés. Igen, Varga Dominik. Nem tudom, miért kell beleszólni most ott a versenybe. Ebből verés lesz. Vissza szeretné venni a körét, de hát azért... Csak ki ne üssön senkit. Hát Csépő Mátét feltartotta azzal, hogy ugye megelőzte. És azért elég szépen beleszólt a csatába. Kövezzenek meg, de én pofámba szám Dominikot, ezúttal megérdemelni. Tehát, hogyha előtted van egy csata, akkor nem érdemes most beleszólni. Persze, természetesen visszaveheti a körét, de nem illik. Nos, és végre valára megtudtam, hogy hány körös lesz ez a futam, úgyhogy nyugodtan nézhettem a lap time-ot. De nem árulom el, hogy 36. Nos, közben úgy néz ki, hogy Varga Dominik most már Ricsit is idegesíti. Hát, igen. Legalább ha már feltartott a Csépő Mátét, akkor már tartsa fel László Falvi Ricsit is. Úgy jönni szépen. De Ricsit nem tudja megelőzni. Úgyhogy... Hát szerintem Ricsi már elengedi. Nem. És koccannak. Könyörgöm, ki ne üsse az első helyezettet egy lekörözött. Még egy, és neki ment. Hát ez gyönyörű volt. Bravo, Dominik, az év versenyzője vagy. Nem szoktam kritizálni Dominikot, tényleg többnyire meg szoktam védeni, de ez most pofátlanság, amit csinált, ez nem volt szép dolog. Úgyhogy én simán feltartás, illetve baleset okozása miatt sima megbüntetném, de ez nem az én dolgom. Majd a liga vezető eldönti, természetesen, hogyha lesz egy szóval, hogyha lesz egy óvás ellen, akkor bizonyára meg lesz büntetve. Mert ez egy iratlan szabály, hogyha előtted, hogyha te lekörözött vagy, illetve előtted egy csata folyik, akkor abban nem illik beleszólni. És azért itt a második, harmadik hely beszólt bele, ráadásul nem is tudta lekörözni őket, nézzük meg, hogy hol vannak. Ami konkrétan azt jelenti, hogy elég szépen keresztbe tett. Ja, és ráadásul hopika, ki is szállt a futamból, tehát jöhet a Dildur Pif-Puf, és következő futamra pedig a büntetés. Hú, de nagyon rossz vagyok, nagyon-nagyon rossz vagyok, de... Nos, hát köszönhetően annak, hogy Dominika Vérvicsinek is keresztbe tett, Máté utól tudta érni. Ezáltal talán, igaz, hogy pár körrel később, de talán láthatunk egy oda-vissza előzést. Meg
lassan azon is aggódhatok, hogy elég lesz az SSD-mal arra, hogy felvegyem ezt a 4K-s cuccot. Reméljük. Hoppá, kicsit lecsúszott Máté. Hát az autó festése azért kívánjuk némi pluszt. Kíváncsi vagyok, hogy hanyadik helyre jön vissza, illetve át tudja lépni majd a Ricsit. 19. körben, az azt jelenti, hogy egy kiállás lesz. 4. helyre jön vissza. Talán ez utolsó nincs hátánál. Így van, senki nincs, de ott van Kárász Rudolf. Nézzünk előre. Buró Krisztián a 3. helyen. Rom várja a 2. helyen, ami azt jelenti, hogy akkor Ricsi az első. Tehát akkor a többiek már jöttek, így is van, Ricsi már jön is a boxba, reméljük nem tudja össze az autót. Elég hamar fékez, biztosan megy. Cserélik is az alkatrészeket. Meg is tankolták. Füstölősen elindult. És úgy néz ki, 3. helyre jön vissza, vagy mégsem. Cséplő pont előbb tudott jönni. Úgyhogy Ricsinek maradt a 4. helye. Máté pedig lenne a boxba előzte meg egy jó taktikával. Lássuk, vissza tudja előzni Máté Ricsit.
hölgy, kis kot, megtartják az autót. Máté ott tartott az autót, nem engedte, hogy Ricsi bedugja. Egyenlőre úgy néz ki, hogy Máté meg is tudja tartani az előnyét. Ricsi elég szépen elesett Mátéra, azt látszik azért kicsivel gyorsabb. Sok volt Ricsinek, meg is dobta rá azok őt. Annyira nem tört az autó, de nagyon-nagyon nem maradt Mátéra, sőt. Olyannyira, hogy Carlos Rudolf meg is előzte ebbe a pillanatba. Hol vagy? Itt vagy? Nem. Nem az lekörözött volt, de Ricsi elvesztette a fonalat, szóval... Jól tippeltem, igen, Carlos Rudolf, de csak visszavette a körét. Nos, hát kb. Ennyi lehetett akkor a nagy vidából. Lássuk tovább, hogy mi történik a pályán. A Lombardi bármit most jött ki a boxból, úgyhogy most ő van negyedik, úgyhogy Ricsi feljött újból a dobogóra. Próbálja visszavenni, illetve lekörözni az előtte lévő Rudolfot. Ez könnyedén meg is tette. Nézzük, hátrébb. Orbán Tamás felverekedte magát az ötödik helyre. Jaksi Gyula hatodik. Fülöp Maradert hetedik. Carlos Rudolf ugye az imént kapott egy kört Ricsitől, ő a nyolcadik helyen. Varga Dominik és Hevesi Gábor kiestek. Továbbra is Boróg Krisztián vezeti ezt a futamot. 24. körben vagyunk. És úgy néz ki, hogy Krisztiántól már senki nem tudja elvenni a győzelmet. Annyira elő van.
Szerintem hát így nem igazán fogja tudni megtámadni, úgyhogy se Máté előtt, se előtt, se háta mögött nem igazán lehet látni senkit, úgyhogy megint kicsit az első három széthúlt. Hoppá, egy kis drift. Ricsikém, azzal a hibával lehet, hogy csak a harmadik hely fogsz jutni. User joined your channel. Maradj csendben a live-ban. Közben egy vendégünk is van. Vegye fel, ha már bejöttél, akkor mutatkozz be. Szevasztok, mesemondó vagyok. Így van, mesemondó Varga Istvánt hallhattuk. Közben veszem fel a tegnapi VTM-et. Kicsit széthult a banda újból. Láthattunk egy nagyon-nagyon érdekes kis próbálkozást, ugye Cséplő Máté, illetve a kedvence, Istvánnak a kedvence között, László Falvi Ricsi, aki nem szekerelve rendő a lovaspardival. De úgy néz ki, hogy a Ricsi ki fog esni, mivel a pluginunk az már nem mutatja se a körét, se az idejét, úgyhogy neki annyi lesz. Igen, itt hibázik is, ráment a rázókőre, és ki is szállt, hát erről ennyit. Viszont Romvári Bálint megörökölte a harmadik helyét. Más néven az ölébe húlt, a harmadik hely. Így van. Nos, és ha már itt van István, akkor hivatalosan is bejelentenénk, hogy jövő hét péntek 20 órakor elindul a Zenix GP. Pontosan jövő hét péntek 20 órakor még a teszt. Jövő hét folyamán minden nap más és más pályák lesznek, hogy ugye a srácok szokják a dolgokat. És ha minden rendben megy, és nem lesz probléma a pályákkal, illetve a srácokkal, annyian amennyien, 7-en, 8-an, 10-en, 12-en, remélhetőleg addig még jelentkeznek páran, elindul a Zenix GP, R-Faktor 2-es 2016-os móddal. Két hét múlva ugyancsak pénteken 20 órakor, amit nagyon-nagyon remélek, hogy talán szombaton visszajátszásból, ha olyanok a futamok, és persze elegen vagyunk, visszajátszásból Istvánnal meg tudunk csinálni. Ő még nem tud róla, most tudta meg, de visszajátszásból ugye megcsináljuk a Zenix GP-t. Természetesen, köszönöm szépen István! Nos, de térjünk ide-vissza, ugye gyors fejszámolás, 27. körben vagyunk, összesen 36 kör van. Találós kérdés, hogyha 27. körben vagyunk és 36 körös volt a futam, hány kör van még hátra? 9. Így van. 9 kör, te nyerted meg az e-heti prémium tagságunkat, úgyhogy mehetsz a kasszához és befizetheted. Hittem azt mondod, mehetek a p. Prémium tagságunkat.
tagságot nyertél, amit be kell fizetni. Az is bővel kezdődik. Igen, icsába. Köszi, ezt megjegyzem. Hát úgy néz ki, hogy Krisztián tényleg nem lehet elvenni az első helyet, mivel abszolút mindenki hátulról kiesik, aki potenciálisan meg tudna előzni. Illetve volt egy furi, mondjuk úgy kör visszavételi próbálkozás a Varga Dominiknak, amit láthattatok nemrég. Konkrétan az volt, hogy Cséplő Máté és László Falvi Ricsi csatáztak, és Varga Dominik úgy gondolta, hogy na most ő visszaveszi a körét, mert ő nagyfiú, és nem igazán jött össze neki. Mátét megelőzte úgy, hogy feltartott egy kicsit. Ugye Ricsi meg tudott lógni, de Dominik gyorsabb volt, utolérte Ricsit is, próbálkozott kisebb feltartásokkal, majd összeakadtak. Úgyhogy ezután Dominik úgy látta jónak, hogy akkor nem folytassa tovább. Viszont, hála Istennek, Cséplő Máté úgy borrá tudott esni Ricsire. Ezáltal egy jó párkörös, gyönyörű próbálkozásos versenyt láthattam. Kicsit összegeztem Istvánnak, hogy nagyjából mit történtek. A szokásos. Így van. Hát én mondjuk liga vezető helyében Dominikornak egy nagyon kis enyhe büntetést odavasznék, mondjuk kalapáccsal a lába ujjára. Azért ilyet nem millik, hogy beleszólsz egy csatába legfőképp, hogyha lekörözött van. Persze, attól még ő visszaveheti a köré, de nem szép. Na, 29. körben vagyunk. Boró Krisztián még mindig az első, és akkor menjünk, nézzük meg, hogy ki hol tartózkodik. Tehát, mint mondtam, Boró Krisztián az első helyen, Cséplő Máté a második, Romvári Bálint a harmadik, Orbán Tamás a negyedik, igen, és Sőr Norbert veszi vissza a körét. Igen. Hát ezek a lekörözöttek, hogy okvetlenül vissza kell vegyék a körüket, katasztrofális. Kicsit bosszantó, de hát ez van. Jaksi Gyula az ötödik, Kárász Rudolf a hatodik, Súlyok Norbert a hetedik, aki Orbán Tamást, hogy is mondjam szépen, agresszírozza, vissza akarja venni a körét. Talán itt a cél egyenes végére meg tudja előre, de lehet, hogy gondolja, inkább marad háttól. Nem, most megpróbálkozik. Remélem nem lesz baleset belőle. Viszont Súlyok azt hiszem, miért akarja megelőzni Orbánt, mivel előtte Kárász Rudolf van, akit ugye szeretne megelőzni. Így is van, Súlyok visszavette a körét, meg tudta Orbánt előzni, és akkor most következik hatodik helyen lévő Kárász Rudolf. Ezt nézzük meg egy kicsit úrkultusan. Keresztben esik, majdnem.
Total, és Cutie, hát... igen. Ritkán látunk ilyet, hogy súlyok mobi elvíti a fék pontot. Hát ez megesik mindenkivel. Nagyon siet, nem jön össze a fékezés. Még a gáz működik. De ez van. Úgy látszik, hogy ma minden egyes csatára, ahol ráviszem a képet, ott mindig nem találom a szavakat. Tehát minden csatának az lesz a vége, hogy valaki valakit kiüt, ami kicsit nem jó. Hát akkor hajtsunk tovább. 8. helyen ugye László Falvi Ricsi kiesett, 9. helyen Dominik, a Dominó, és akkor Hevesi Gábor, ugye ő már az első körökben kiesett. 32. körben vagyunk, már csak pár kör és vége van a futamnak, pontosan 4, Boró Krisztián még mindig vezet, 2. helyen Cséplő Máté, elég... bár annyira nincs lemaradva, Domvári Bálint 3. helyen, már látja is. Hát szinte van egy cél legyen, és még 5 másodperc körül. Mondtam, hogy 4-5 másodperccel van előtte. Tehát Romvári Bálint a 3. helyen, Orbán Tamás a 4. helyen. És akkor őt kiköveti. Ajaj, Orbán nagy problémába lesz. És nem az EU miatt, hanem Jaksi Gyula miatt. Aki ott liheg a nyomában. Majdnem azt mondtam, hogy a fenekében, de az egy kicsit kétértelmű szó lett volna, és nem igazán szeretném a 18-as karikát kirakni. Na, szépek azok a helyek a háttérbe. Lehet a pilóták is azt nézik, mikor versenyeznek, közben azt ütköznek. Így van, a féktávnál lehetséges, mert többnyire mindig a fél egyenes utáni jobbos kanyarban voltak a problémák. Meg a többibe is, de... Az mellékes. Mellékes, így van. És mellékes ide, mellékes oda, Jaksi Gyula megelőzte Orbán Tamást. Viszont Tomi nem hagyja magát, szélárnyékból most kihúzódván, féktáv ott szépen véve. Jaksi Gyulát nem előzte meg. Én gondolom Gyulának, ha van is új, az nem túl sok. Viszont Peti? Nem, az a testvér, Tamás, Tomi. Tominek azért sokkal, hogy mondjam, Tomi sokkal súlyosabb egyéniség. Ő meg a autója. 33. kör, valóban Tamás vissza tudja venni a 4. helyét. Szépen követi. Szélárnyékban ott van. Picit kiebb húzódik, hogy megmutassa magát, hogy igenis ficsúrit vagyok. Na most féktávon, belső íven, és nem sikerült.
lesodródott. Ugye köszönhető a gumikopásnak, illetve természetesen annak, hogy súly van az autójában, és elég szép darab. Majd a súlyozásom a jövő héten el fogom mondani, hogy ki milyen súllyal indult. Sajnos most nem igazán készültem fel. Ezt már megszokhattátok tőlem. Amikor vannak információk, akkor minden információ van, amikor nincs, akkor nincs. Na de, menjünk előre. Lássuk. Boró Krisztián, ugye 35. körben vagyunk, tehát még egy kör és vége a futamnak. De azért maradunk a 4.-5. helyen. Talán lesz valami. Azért ügyelnek egymásra, nem ütik ki egymást. Gyorsan menjünk előre. Krisztián 35. kör. Most kezdi meg az utolsó kört, 36-at, akkor még van időnk Orbánékat. Orbán Tamásnak még egy darab köre van, arra, hogy Jaksi Gyulát vissza tudja előzni, de hát nem igazán úgy néz ki, hogy ez sikerülni fog neki. Beléptek a 36. körbe. Lássuk, féktáv. Nem. Hát ebből nem lesz semmi szerintem. Nézzük meg Borókot. Hol is van. Nézzük. Igen, a középső szektorban. Ájjájjájjájjájjáj. Kicsit lesodorodott. Most megy fel a dombon. Már csak majdnem két kanyar válasz el, pontosan egy kanyar, most ment rá a félegyenesre, és hivatalosan is az A1 Ring győztese Boró Krisztián. Lássuk a második helyen Cséplő Mátét, most megy rá a félegyenesre. És Cséplő Máté lett a második, tehát Máté újból dobogós, Romvári Bálint a harmadik, és Jaksi Gyula és Orbán Tamás most jönnek fel a dombon, lemennek a dombon, ha már feljöttek, Box utca mellett, félegyenes, és hát nem sikerült Orbánnak. Úgyhogy Jaksi 4., Orbán 5., Kárász Rudolf a 6. helyen, most ért át, Súlyok Norbert 7. helyen, lássuk. Neki nem sikerült Kárász Rudolfot elkapnia, most jön fel a dombon, jobb kanyar, célegyenesen rávezető, jobb kanyar, célegyenes, és beért, illetve még nem, most ért be 7. helyen. Úgyhogy a kiesőink az László Falvi Ricsi, Varga Dominik, és Hevesi Gábor. Boró Krisztián nyerte az A1 ringi futamot. Köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!